Kedves nézőink, a következő bő egy órában Napjaink című közéleti magazinunkat látják. Villány polgármesterével, Májer Istvánnal a főtér beruházásáról beszélget szerkesztőnk. Már is kiderül, hogy milyen képet mutat majd a városcentrum jövő tavaszra. Átalakul Villány főtere, megkezdődtek a munkálatok. A villányi önkormányzat átadta a munkaterületet a főtér rekonstrukciójának kivitelezését végző cégnek. A polgármesteri hivatal előtti tér felújítására, illetve helyi termelői piac kialakítására a vidékfejlesztési program keretében nyert támogatást a város. Mindenről még többet megtudhatunk Májer Istvántól, Villányváros polgármesterétől. A vidékfejlesztési minisztériumnak volt egy helyi piac létesítésére kiírt pályázata, és ennek keretében egyébként is terveztük, hogy egy helyi piacot valahol a városba létrehozzunk, ahol tényleg a helyi termelők a kézműves portékákkal meg tudnak jelenni, a biotermékekkel meg tudnak jelenni a kistermelők. Ez vagy a pincesorra volt elképzelve, de ott nyilván azért elég szűkösek a lehetőségek, vagy a második helyszín volt itt a főtérnek a felhasználása. És hát igazából próbáltuk akkor összekötni a kellemeset a hasznossal is. Amúgy is ennek a területnek a rehabilitációja elég égető volt, a zöldvároshoz gyakorlatilag illeszkedik, annak egy folytatásaként tekintető, és tényleg akkor ezen a helyszínen akkor olyan kereteket tudunk biztosítani, hogy egy helyi termelői piacot is meg tudunk tartani időről időre. Így az ember belegondol, hogy a megyében milyen főtér felújítások történtek, akkor mindig dilemma az, hogy mekkora zöldítés történjen az adott téren, gyakorlatilag milyen arányban legyen a beton és a zöld. Villányban hogy sikerült ezt a harmóniát létrehozni? Hát igen, ez egy nehéz kérdés, mert nyilván a használhatóság, a funkcionalitás, de mellett a fenntarthatóság, a zöldítés azért ez csomó olyan tényező, amik között azért törekedni kell arra, hogy megfelelő harmóniát, megfelelő összhangot tudjunk teremteni. Nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy ezt az összhangot ezt meg tudjuk teremteni. A tervek alapján én azt gondolom, hogy ez sikerült is, és bízom benne, hogy a látottak azok teljes egészében vissza fogják majd köszönni azokat a terveket, amiket egyelőre a papírra vetettünk. Azt mondhatom, hogy az eddiginél nagyobb zöld felületek lesznek, az eddiginél jóval több növényt és fát fogunk kiültetni, és ezzel együtt pedig a térnek egy olyan felújítással fog megtörténni, beintegrálva kicsit a főtér körüli tereket is, amivel az eddiginél még jobban használható és még szebb főtér fog majd kialakulni. Igen, elnézve itt a terveket, a rajzokat, gyakorlatilag az Oporto előtti parkoló össze lesz mosva a Városháza előtti térrel. Ez egy egységes egészet fog alkotni, sőt még az itteni út, az itteni balról elfolyó út is díszburkolatot fog kapni. Mondhatni, tényleg egy harmonikus történet alakul ki belőle. Igen, és hát én már láttam olyan rajzokat, amit rajtam kívül csak nagyon kevesen, hogy ez a területi lehatárolás, amit említettél, ez nem is csak az Oporto előtti parkolóig terjed, hanem gyakorlatilag az egészségházig, a régi gyógyszertár előtti térig, gyakorlatilag onnantól kezdve végig egy ilyen folyondár teresítést, közlekedési felületet, egy nyugalmas, szép, zöldített sétálózónát képzeltünk el. Ezt különböző fejlesztésekből igyekszünk összepakolni és megvalósítani, és törekszünk arra, hogy a végén ez egy nagyon szép kerek egész legyen. Most, ahol vagyunk, ugye ez a piac létesítése a VP pályázatból. A parkoló felújítása az elmúlt években, 4-5 évvel ezelőtt egy IPA pályázat keretében történt meg, és a parkoló utáni rész a postától egészen az egészségházig az a teresítés, az pedig elvileg egy elnyert turisztikai pályázatból fog majd megújulni. Most az elvileg szót azért használtam, mert a végleges határozatot még nem vettük át, de elvileg az alapjóváhagyás az megszületett már, úgyhogy bízunk benne, hogy annak nem lesz semmi akadály, és akkor tényleg az előbb elmondottak szerint ez egy nagy kerek, szép, egész szép fog összeállni. És ami itt ehhez a területhez kapcsolódik és fontos, hogy az a terület, amit mi eddig főtérként említettünk, azt próbáljuk egy kicsit kibővíteni pont ez a használhatósága miatt és a teresítésé miatt. Ezért itt a szintekben is lesz egy kis módosítás. Azt szeretnénk, hogy ez a terület, az Oporto felé lévő zöld terület,
ötlettel együtt, az teljes egészében egy minél egységesebb szinten tudjon majd megvalósulni, és a mellettünk futó úttal, a főtérrel, illetve azzal a területtel együtt, ez szinte teljesen új térként tudjon majd funkcionálni. Egy ilyen nagy beruházás érinti a föld alatt lévő közműveket, gyakorlatilag kitérre mondjuk azok renoválására is? Mindenképpen amúgy is azt gondolom, hogy ha valamit építünk a föld felett, akkor amennyire csak lehetőség van rá, és szükséges, akkor a föld alatti dolgokat is gomboljuk újra, vagy esetleg a fejlesztéshez szükséges közműépítések nyilván a beruházás részét képezik. Hát az a helyzet, hogy ugye amikor a piacos pályázatot mi benyújtottuk, akkor azért nem volt annyira sok idő ahhoz, hogy nagyon precízen, nagyon részletesen kidolgozzuk a terveket. Nyilván lehetőség szerint összetettük a koncepciónkat, és utána, amikor kiderült, hogy pályázati forrás sikerült ehhez elnyernünk, akkor feküdtünk neki annak, hogy tényleg akkor a mélyére ásunk a minden elképzelésünk megoldásának. És hát lehet azt mondani, hogy a Villánynak a legnagyobb csomópontjában vagyunk, közlekedési csomópontjában, nem csak egy közlekedési csomópont, hanem a közműveknek is a nagyon fontos csomópontja. Ezért gyakorlatilag nincs is nagyon olyan közmű, amit ne érintene a beruházás, tehát erős áram, gyenge áram, víz, szennyvíz, gáz, rengeteg dologra figyelni kell, és ugye ahhoz, hogy azok az infrastruktúrális fejlesztések megtörténjenek a tér használhatósága miatt, úgy ezekben a közművekben is fejlesztésre lesz majd szükség, illetve van szükség. És ezekhez tartozik az is hozzá, hogy itt volt 5 darab gömbkőr is, ami most már nem áll itt a téren. Azoknak a helyszínről való elmozdításának az volt az oka, hogy egyrészt a térburkolatokat a fölnőtt gyökerek nagyon tönkretették, a burkolatok fölé nőttek már gyakorlatilag a gyökerek. Nyilván ahhoz, hogyha itt bármilyen építkezést akartunk lebonyolítani, ehhez hozzá kellett nyúlnunk. Más tekintetben pedig az elhangzottak alapján az alépítmények és a közműépítések elvégzéséhez is szükség volt arra, hogy itt a fák is érintve legyenek. És hát volt olyan beruházásunk, tehát igyekszünk tényleg mindig minden fát megmenteni, amit csak lehet, abszolút ez egy ilyen fenntarthatósági célunk, de a pumpapályánál egy diófát is megkíméltünk a fejlesztésnek, próbáltuk úgy elhelyezni a pozícióját a pumpapályának, hogy a diófa az maradhasson, de az építési munkáknál azért a gyökér valószínűleg olyan sérüléseket szenvedett el, ami után egy ilyen fél éve, 3-4 éve később sajnos a fa elpusztult, és hát igazából ezt megelőzve határoztuk el azt, hogy nem stillelesünk neki ezeknek a fáknak, mint ami sok esetben megtörténik, hanem megpróbáljuk ezeket a fákat megmenteni és átültetni egy másik helyszínre. Kerti szakembert vontunk be ebbe a munkába, szépen körbeástuk géppel egy minél nagyobb földlabda elérése céljából. Visszanyestük az ágakat, hogy a vegetációnak a szintjét minél alacsonyabb mértékre szűkítsük. Előkészítettük azokat a helyeket, és most is nagyon sokat gondozzák a kollégák, hogy az átültetett fák minél nagyobb eséllyel megmaradjanak. 20 éves fákról van szó, úgyhogy azért ez egy nagyon nagy kihívás. Most egyelőre azt gondolom, hogy amit csak lehetett, azt elkövettük annak érdekében, hogy ezek a fák ne pusztuljanak el, és bízunk benne, hogy a sporttelepen, ahova ezeket a fákat átültettük, ott majd tovább fognak élni, és ugyanúgy egy szép terebélyes lombkoronát fognak majd létrehozni. És hát ezzel is igazából próbáltuk meg azt a célunkat elérni, hogy a fenntarthatóság égisze szemlélete alapján ne csak a minél több zöld ültetése létrehozása legyen feladat, hanem hogyha ilyen módon tudunk esetleg meglévő zöldet megmenteni, akkor abban is próbáljunk meg sikert elérni. És ha már a korábbi beruházások megemlítésre kerülnek, akkor mindenképpen el kell mondani, hogy a Zöldváros program egy nagyon sikeres elismerést kapott, nem is olyan régen díjat vehetett át Villányváros polgármestere. Mit kell tudni mindenről? 13 ország kezdeményezte 2020-ban a Még több Zöldvárost Európában kezdeményezést. Magyarország az 2021-ben csatlakozott hozzá, és azóta van ez a verseny igazából meghirdetve, ez egy szakmaközi szervezet, a díszkertészek írták ki ezt a pályázatot, de nyilván azért az állam is, én ahogy láttam, azért ezt egy kicsit felügyelő és gesztorálja, és hát itt sikerült egy harmadik helyezést elérni a Zöldváros fejlesztésünkkel, az Európa Zöldvárosa díj 2023 harmadik helyét sikerült elérnünk.
ami én azt gondolom, hogy annak köszönhető, hogy a pályázat során a lehető legjobban igyekeztünk szemléltetni azt a komplexitást, amivel rendelkezik ez a projekt. Gyakorlatilag szinte teljes körű épületenergetikai fejlesztés történt a könyvtárban. Ugye több mint 13 ezer növényt telepítettünk, több mint 100 fát telepítettünk, csapadékvizet tartottunk vissza, amit az öntözéshez használhatunk. Figyelembe vettük a növényesítéseknél, hogy olyan fafajtákat vagy olyan egyéb növényfajtákat telepítsünk, ami egyrészt a most már folyamatosan változó klimatikus viszonyokhoz jól van adaptálva, azoknak jól megfelel. A villány helyiséget is szemléltetni akartuk, aminek például a mandulafasor talán a legjobb szemléltetője. A játszótérnél az zöldítés az megint csak egy más típusú zöldítési feladat volt. Nem csak horizontálisan volt nagy az a felület, amit gyakorlatilag érintett, hanem vertikálisan is ezzel a komplexitással. És hát ugye számot kellett arról is adnunk, hogy egyébként milyen szemléletbe folytatjuk a fejlesztéseinket itt villányba, megújuló energiától kezdve egészen akár ennek a projektnek az előzetes bemutatásáig, vagy a már elnyert opuszos bemutatásnál, és igazából egy olyan képet kaphattak, hogy azért villányban van egy komoly és jól átgondolt jövőkép, és lépésről lépésre haladunk, hogy ezt a jövőképet a lehető legjobban megvalósítsuk, és villányt azt a lehető legélhetőbb településé tudjuk tenni, illetve a lehető legszebbé, a legesztetikusabbá a tekintetben is, hogy akik hozzánk látogatnak, ők minél harmonikusabb körülmények között találják majd magukat. Bemutatkozik a Villányi Művelődési Ház igazgatója. Bog Bátori Emese és kollégái kiváló munkát végeznek az intézményben. Erről kaphatnak most hűképet. Villányról fesztiválok, meg annyi nagy rendezvény jut eszébe az embereknek, és azon nem is gondolkodunk el, hogy ki szervezheti ezt, most megtesszük. Ellátogattunk a Villányi Művelési Központba, annak igazgatójával, Bog Bátori Emesével beszélgetünk, akit nagy tisztelettel köszöntök, szervusz! Szervusz, köszönöm, hogy eljöttetek! Ha minden igaz, akkor te agrármérnökből avanzsáltál művelési ház vezetővé, 10 évvel ezelőtt érkeztél ide Villányba, és hát megfogott ennek a területnek úgymond a kisugárzása. Nagy váltás volt? Igen, viszont azt hozzátenném, hogy gyakorlatilag a rendezvényszervezés így végigkísérte az egész életemet, tehát mondhatni. Általános iskolás koromban kezdtem a diák önkormányzatnál, ez tovább ment a középiskolába is, és a főiskolán és a kari hallgatói önkormányzatnak az elnökeként tevékenykedtem. Ugye ott is főként a diák önkormányzatoknak, hallgatói önkormányzatoknak a szerepe a rendezvényszervezés, illetve hogy a diákok és a hallgatók jól érezzék magukat. Persze nagy falat Villány, hiszen tudjuk jól, hogy a Vörösbor Fesztivál mellett meg annyi kisebb-nagyobb fesztivál van még a településen, és emellett még egy intézmény életét menedzselni a mindennapokban, ez emberes feladat. Bele kellett tanulni? Bele, amivel viszont szerencsés vagyok, az, hogy nagyon-nagyon jó szakemberekből álló stáb van folyamatosan körülöttünk, illetve mellettem. Illetve nagyon nehéz volt az előző pár év, ugye én 2 éve lettem kinevezve intézményvezetőnek, előtte csak a nagy rendezvényekkel kellett foglalkoznom, és ehhez kapcsolódóan ugye 2 évvel ezelőtt a helyi kulturális élet, a közösségek és az ehhez kapcsolódó feladatok is hozzám tartoztak, illetve a csapatunkhoz. A tavalyi év nagyon nehéz volt, tehát a nagy rendezvények mellett, az alap nagy rendezvényeink mellett bevállaltunk plusz attrakciókat is, tehát megvalósítottunk egy Ákos koncertet, egy városnapot, ami előtte nem volt Villányban. Nagyon nehéz volt, nagyon hosszú volt, és az a döntésünk született évvégén a vezetőséggel, hogy valamit találjunk ki, hogy tudnánk a rendezvények, nagy rendezvények színvonalát megtartani, de mellette hogy lehet az, hogy kicsit több időnk legyen a helyi attrakciókra, és kimondottan hogy lenne több időnk a helyiekkel foglalkozni. Ezért arra a döntésre jutottunk, hogy külső segítséget kérünk, és Béni Gábor és az Akona rendezvény szervezés csapatában megtaláltuk azt a partnert, akivel kiegészítve a csapatunk, gyakorlatilag idén most már elmondhatom így a nyár végén, én úgy gondolom, hogy egy nagyon sikeres rendezvényszezon tudhatunk magunk mögött. Akik ismerik Villány történetét, netán itt élnek, vagy a térségben, tudják jól, hogy hát maga a Vörösbor Fesztivál is mondjuk 10 éve, 15 éve egy kisebb volumenű történet volt. Már elmondhatjuk, hogy a Vörösbor városa az egy fesztiválvárossá alakult át, főleg a nyári időszakban. Minek köszönhet ez a minőségi ugrás?
Hát én úgy gondolom, hogy ehhez nagyon nagyban hozzájárult az, hogy olyan borászok vannak a településen, akik számára is nagyon fontos az, hogy minőségi bort adjanak ki a kezeikből, és ők is marketing szempontból, meg minden szempontból maximumot szeretnék elérni. És ahhoz, hogy ezt a közösen tudjuk ezt a prémium kategóriát képviselni a szolgáltatókkal együtt, ehhez kellettek azok, hogy olyan prémium kategóriai rendezvényeket szervezzünk, ami kiegészíti a minőségi bort. Mondhatni magának a városnak, a kultúrának is fel kellett nőni a borászatokhoz? Én úgy gondolom, hogy igen, tehát az utóbbi években nagyon átalakult a kulturális élet, meg a kultúra maga, tehát most is érezzük ennek a folyamatos fejlődését, hatását. Tehát ami régebben volt az, hogy egy kisebb zenekarral, egy folklórcsoporttal is lehetett úgymond nagy rendezvényeket szervezni, ez most már sajnos nem így van, tehát hogy minél nagyobb nevek kellenek, minél nagyobb attrakciók kellenek ahhoz, hogy az embereket be tudjuk vonzani. Mondtad, igényesebb lett a társadalom, bizonyos rétegek, korosztályok hozzászokva mondjuk nagyobb fesztiválokhoz az országban elvárják, hogy máshol is az a minőség jelenjen meg? Biztos vagyok benne, hogy igen, ez is alakult, illetve attól függetlenül, hogy ugye nagy rendezvényekkel, nagy nevekkel, nagy fellépőkkel dolgozunk, nekünk is fontos az, hogy azért a hagyományos elemeket is megmutassuk a rendezvényeinken, és a folklórcsoportokat, és a különböző környékbeli attrakciókat is bemutassuk. Persze az élet villányban nem csak a fesztiválokról szól, hanem a kulturális élet a mindennapokban is jelen van, és maga az intézmény is, meg annyi civil szervezetet, kisebb-nagyobb csoportokat összefog, számukra támasztad és védernyőt, mert hogy nem a házon belül, meg annyi nap az programokkal telik. Így van, nagyon szerencsések vagyunk, mert végre nagyon nagy élet van a kulturális intézményünkben. Volt pár évünk, amikor nem tudtuk kihasználni az adottságainkat, úgymond, mert az önkormányzati hivatal, amikor épült, akkor a mi nagy termünk adott otthont az önkormányzati dolgozóknak, és éveken keresztül itt volt az ügyfélfogadás, az adminisztráció, meg minden nemű munka. Megörültünk, amikor végre elkészült a csodálatos hivatalépülettel, felszabadult a nagy termünk, hogy végre használhatjuk, hasznosíthatjuk, erre jött a Covid, ami szintén keresztbe húzta a számításainkat, viszont ezt követően elmondhatom, hogy nagyjából egy éve most már teljes gőzerővel tudunk működni, az órarendünk az teljesen tele van, nincs egy szabad hét, vagy szabad délutánunk, sőt van olyan, amikor egy nap nem csak egy csoportnak tudunk helyet biztosítani, hanem akár ketten, hárman is jönnek egymás után. Mondtad, hogy minden korosztályt megtalálja a számítását? Tudsz erre példát is mondani? Így van, arra nagyon odafigyelünk, hogy a villányiak, illetve a környékben élők minden korcsoportja megtalálja nálunk a számára kívánatos programot. Kezdjük mindig a legkisebbekkel, tehát nálunk minden hónapban van ingyenes dúdolda program, ahol tényleg a 3 hónapos kortól jöhetnek a legkisebbek. Az idős korosztálynak szoktunk szervezni különböző operett, műzikkel, kulturális programokat. Ugye a nagy rendezvényeink szólnak a középgenerációnak, illetve az ifjúsági klubunk az még, akik által meg tudjuk szólítani az iskolás generációt is. Hogy érzékeltessük a sokszínűségét ennek az intézménynek, nem csak kulturális szervezés, hanem a marketing, a városmarketing, és hát a kommunikáció is ide tartozik, ehhez persze megfelelő szakemberek is kellettek. Így van, tehát nálunk a művelődési házban nem csak a helyi kulturális élettel foglalkozunk, hanem a városmarketing, a városi honlapok fejlesztése, a városi Facebook oldalak szerkesztése, fejlesztése is hozzánk tartozik. Tehát van kolléga, aki ehhez ért, ezzel foglalkozik, napi 8 órába szinte ez köti le az idejét, illetve a helyi sajtó is, a villányi hírmondó újság és a Facebook oldal is hozzánk tartozik. És hogy milyen színes a kép mondjuk marketing szempontjából, zenészekkel, hírességekkel álltok kapcsolatban, akik nem is olyan régen több zenei számot is feldolgoztak, mint egy a villám himnuszát is megalkotva, marketing szempontjából nagyon értékes zeneműveket hoztak létre. Igen, 2 villányi dalunk is született az utóbbi években, és azt elmondhatom, hogy nem mi kerestük meg őket, hanem mind a két alkalommal a zenekarok és az együttesek kerestek meg minket, hogy mit szólnánk hozzá, hogyha villányról, nagyon szeretik villány, nagyon közel áll hozzájuk villány, és mit szólnánk hozzá, hogyha egy közösen létrehoznánk valamit, ami nekik is tetszik, nekünk is, és közösen tudjuk használni.
Mennyire kell összehangolni a nagyobb rendezvényeket, teszem a Siklóssal, a szomszédos településekkel, és akkor még Karkányt is ide sorolhatjuk. Gondolom azért ütközések ilyen nagyvárosok tekintetében nem lehetnek. Így van, tehát erre nagyon odafigyelünk, illetve a fellépők tekintetében is nagyon fontos, hogy egyeztessünk folyamatosan, mert nem olyan sok fellépő, nagyon sok fellépő van az országban, de nem sok van abból, akikből biztosak vagyunk a bevételünkbe, tehát hogy akikre tudunk alapozni, hogy biztosan megveszik majd rá a belépőjegyet az emberek, és ugye Siklós is, Harkány is, és Villány is számos nagy rendezvényt szervez, úgyhogy el kell osztanunk gyakorlatilag a fellépőket, úgyhogy minden év elején összeülünk a képviselőkkel, és egyeztetjük a fellépőket is, illetve a dátumokat is. Ha egy kicsit a jövőképről kérdezlek, akkor miket emelnék? Gondolom két-három dolog mindenképpen van, ami ugye a menedzsment tarsolyában van, hogy mit szeretnétek megvalósítani. Igen, sok minden tervünk van a jövőt illetően. A rendezvényeinket azt szeretnénk minimum ezen a szinten tartani a nagy rendezvények esetében, de ha lehet, akkor szeretnénk még tovább lépni. Vannak terveink már a jövő évet illetően is, hogy esetleg hogy lehetne még nagyobbá tenni ezeket a rendezvényeket. Helyi szinten, meg az a fő célunk, hogy tényleg minden korosztály megtalálja a helyét nálunk, minél több új közösség alakuljon, mert nekünk akkor jó, hogyha Villányban sok közösség van, és az emberek tudnak együtt programokat, egy időt eltölteni és közösséghez tartozni. Te magad ebben a 10 évben megtaláltad a számításodat? Teljes mértékben. Tehát én itt leltem önmagamra. Sikeres folytatást kívánok. Köszönöm szépen. Kukoricaaratásra invitáljuk önöket, mégpedig a Bojtöttösi ZRT-hez. Az idei termésminőség jó lett, és a mennyiségre sem lehet panasz. Kombájnok vágják a kukoricát a határban. Ez az őszi betakarítási időszak utolsó kultúrnövénye, amely raktárakba kerül. Sem a mennyiséggel, sem pedig a minőségre nem lehet panaszuk a termelőknek, így a Bojtöttösi ZRT vezérigazgatója is elégedett a sok eső és a napsütés, ugyanis jótékonyan hatott a hozamra. A termés nagy része takarmányozási célt szolgál majd, hiszen igen jelentős sertésállománnyal rendelkeznek. Mindenről Nagy Lajos a következőket osztja meg nézőinkkel. A legfontosabb munkánk a betakarítás, a kukorica betakarítása, amivel végeztünk már az a napraforgó, a hibrid napraforgó és a hibrid kukorica betakarítása. Ezek most rövid két hét alatt lezajlottak ezek a munkák. Mellette történik a talaj előkészítés az őszi vetésekhez. Hát ezek a folyamatok zajlanak pillanatnyilag. Nézzük, hogy mi a helyzet a kukoricával. Hát jócskán kapott esőt a legfontosabb periódusokban. Mondhatni ez a minőségre és a mennyiségre is hatással volt? Igen, azt tapasztaljuk, hogy kiegyenlíti a tavalyi gyenge termés után az idei évben jó termése van a kukoricáknak. Jó termése volt a napraforgónak is. A hibrid kukoricával is meg vagyok elégedve, bár azoknak a hibrideknek a kihozatalát majd mindig utólag jelzi vissza a termeltető cég laboratóriuma, onnan még nem kapunk visszajelzést. De itt valóban a sok csapadék, a gabonáknak, a nyári gabonáknak nem is nagyon használt, a kukoricáknak igen, meg az üzieknek. Ha az előző évek periódusait nézzük, akkor joggal mondhatjuk, hogy ez az esztendő sokkal jobb, mint a korábbi. Attól függ, hogy mire gondolunk, mert termésben, őszi termésekben sokkal jobb, mint a korábbiak, a nyári termésekben gyengébb volt, mint a korábbiak, sőt az árfa csak 50%-os volt. A másik oldalról nézzük a piac vonatkozásában, ilyen rossz évünk, ilyen perspektívátlan évünk még nem volt, mert nincs kereslet a gabonákra, vagy olyan nyomott áron, amennyi mélyen az önköltség szintje alatt van. Még mindig kihat az ukrán gabona korábbi behozatala? Igen, még mindig kihat. A nagy felvásárlók, Cargill, a bioetanol üzemek, a nagy takarmánygyártók, ezek bespájzoltak ukrán gabonából. És csak most szeptember 15-ével változott meg a tilalom nemzeti vonatkozásban, mert most már kiterjed a darált terményekre is, korábban nem. A szemes termények vámtarifaszám szerinti tilalmát betartották, viszont helyette más vámtarifa számon a darálva behozták a terményt, amit nem tiltott a korábbi Európai Uniós rendel törvény.
most még mindig így van, és ugye a piaci árat a nagy felvásárlók határozzák meg. Amennyiért ők hajlandók vásárolni, a piacon annyiért megy a gabona. Akkor úgy néz ki, hogy itt a raktárban még szunnyad egy darabig ez a nyáron betakarított gabona, gyakorlatilag amíg nincs kényszer, addig itt nyugodtan elfér. Nem csak a nyáron betakarított, hanem a tavaly betakarított is még itt szunnyad a raktárban, mert még 30 ezer forint tonnánkénti veszteséget sem tudtam eladni, holott minőségileg kiváló a termény. Mi lesz a megoldás? Egyelőre kivárunk, megpróbáljuk másból a bevételeinket pótolni, illetve hát a túlélésre kell most odafigyelni. Kicsit beszéljünk részletesebben a kukoricáról. Hát adja magát a helyzet itt a Bojtötösi ZRT-nél, hiszen sertés állományt kell takarmányozni. Gondolom a kukorica nagy része erre fordítódik. Hát a tavalyi termésnek a fele fordítódik a sertéstelepre, az idei termésnek talán a negyede fog, mert itt nagyobb termés van az idei évben. A megoldás az, hogy építünk még egy raktárat, ez pillanatnyilag megoldja a helyzetet, de hosszú távon, ha nem, nincs vásárló, nincs megfelelő árszínvonalon vásárló, akkor teljes vetésszerkezet váltásba kell gondolkodni. Egyébként ez a likvid helyzetét mennyire befolyásolja a gazdasági társaságnak? Ez a elraktározgatom, ez azért nem termel a piacon. Igen, hát számítottunk arra, hogy az idei év nehéz év lesz. Az idei évet már a megemelt áru műtárgyák, növényvédőszerek, üzemanyagok terhelik, miközben az árak visszaestek. Hát mi megpróbáltunk tartalékolni pénzeket, illetve a sertésből, halból befolyó árbevételünkkel fedezzük a pillanatnyi költségeinket, és a beruházásra pedig hitelt vettünk föl. Hogy ez most hogy fog megoldódni, nem látjuk, de sehonnan máshonnan sem hallunk biztató megoldást erre a helyzetre. Mondtad, ilyenkor kamatozik a több lábon állás? Nyilvánvaló, tehát az, aki egy lábon áll, az most vagy bedobja a törölközőt, vagy végtelenségig eladósodik. Hát ez a két lehetősége van. Szerencsés esetben ugye, aki tavaly korán tudott terményt értékesíteni, mi nem tartottunk ebben a kategóriában, mert mire mi betakarítottuk a kukoricánkat, addigra már bent volt az ukrán gabona az országban. Előtte egy hónappal még jól el lehetett adni a gabonát, csak nálunk akkor épp a hibrid napraforgó betakarítása zajlott, és várni kellett, utána pedig jött két hetes eső, aztán tudtunk menni pár napig, aztán még egy hetes eső volt, és mire a raktárban akkora mennyiség volt, hogy minősítőt lehetett hívni, addigra már itt volt az országban az ukrán gabona, már azt keresték, hogy milyen kifogásra utasíthatják vissza a mi terményünket. Tehát gyakorlatilag a tavalyi év olyan szempontból nem volt rossz, hogy a tavaly előtti terményt még tavaly el tudtam adni. De a tavalyi termés még itt van a raktárban. Szerencsére van egy malmunk, és a buzánkat a malom fogja megőrölni, tehát az végtermék formájába kerül forgalomba, nem gabonaként, és nagyon jó minőségű végtermékként, arra változatlanul jó a kereslet. A sertéspiac megy, a hal több-kevesebb zökkenőben, mert abban is volt egy nyári visszaesés, itt mindenki elment szabadságra, a boltok visszavették a rendeléseiket a feldolgozótól, feldolgozó meg visszavette a megrendelést tőlük, és egy kicsit megzökkent a dolog, de gondolom, hogy az őszi időszakban, miután beindultak az iskolák, beindultak a nagy üzemi konyhák, talán változni fog a helyzet. Mondhat, itt folyamatosan kell balanszírozni, közgazdász legyen a talpán, aki egy ilyen gazdasági társaságban az egyensúlyt meg tudja tartani. Hát az kevés, hogy közgazdász legyen valaki itt, hogy is mondjam, tehát a hetedik érzéknek kell lenni, hogy ki lehessen egyensúlyozni, állandóan biztonságra kell törekedni, és ugye látjuk, hogy például nincs vége az üzemanyag áremelésnek, és most már azt emlegetik, hogy lesz időszak, hogy nem is lesz üzemanyag.
hát ezekre is fel kell készülni, hát ezeket mind pénz kell, a pénz pedig véges, tehát nincs végtelenségig pénzforrásunk. Amit lehet, muszáj beosztani, hogy semmiből sem túlzottan vásárolni, meg fogjuk spórolni a műtrágyaköltségek egy részét az idei évben, kénytelenek leszünk, és keressük a piacot. A humán kapacitást meg lehet tartani ilyen nehézségek közepette? Egy szóval a jó munkatársak azért maradnak a cégnek. Hát igyekszünk a jó munkatársakat megtartani. Amúgy is kevesen vannak már, ezt a kevés embert viszont próbáljuk megtartani. Az őszi betakarítások lassan befejeződnek, de a talajmunkák és a vetések még javarészt vissza vannak. Minden halad majd a maga megtervezett útján, precízen, tervszerűen. A Belvard pincészet szőlőültetvényén géppel folyik a szüret. A szőlészeti és borászati ágazat vezetője Wilhelm Dávid avat be minket a kulisszatitkokba. A Belvard pincészetnél 33 hektáron termelnek kiváló borszőlőfajtákat. Ezek gépi szürete folyik a napokban, s ez még eltart jó pár hétig. A Belvard Gyulai ZRT-nél ambíciózus borászati ágazatvezető és kiváló szőlész dolgozik össze, így együtt hozzák ki a maximumot, minőség és egyben piacképes borokat előállítva. No, de térjünk vissza magához a szürethez és az azt megelőző hektikus időjáráshoz, hogy reális képet kapjunk az idei felhozatal értékéről és minőségéről. Tavaly egy nagyon-nagyon nehéz évjárat volt, egy aszályos év volt. Az idei évben pedig teljesen más szőlészeti, növényvédelmi nehézségekkel néztünk szembe, viszont akit meg tudta védeni a termést, az mind mennyiségben, mind minőségben szerintem jót tudott szüretelni. Érdekes volt az időjárás, rengeteg csapadék volt, és ugyanakkor rengeteg napsütéses nap is érkezett ezt követően. Mondhatni, ebből így vegyesen kaptunk ebben az esztendőben. Természetesen, tehát ilyenkor látszik az, hogy adott fajtáknál is, hogy ugye, hogyha a megfelelő csapadékmennyiségünk megvan a megfelelő napsütéses óráknak a száma, akkor tényleg nem csak minőségben, hanem akár mennyiségben is egy nagyon jó év tud ebből kikerekedni. Előbb vagy később kezdődött idén a szüret, milyen hatása volt az időjárás a termésre? Hát ez mindig egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy előbb kezdődött, később kezdődött, ugye mindig a tavalyi évhez viszonyítunk. A tavalyi évhez viszonyítva durván 10-12 nappal későbbre tehető a szüretnek az időpontja, viszont hogyha az elmúlt 5 vagy akár hosszabb távra nézünk, az elmúlt 50 évnek az átlagát nézzük, akkor még mindig korán vagyunk. Persze más és más ciklus szerint érnek be különböző fajták. Mivel kezdtetek először? Hát ugye az illatos fajtákkal, a korai fajtákkal, az írsaival, illetve a muszkátotonellel, pezsgő alapbornak szedtünk sárdonét, illetve a gyöngyözőnek a zöldbeltelinit. Ezek azért viszonylag korábbi technológiai szüretek. Itt nagyon-nagyon fontos, főleg egy írsainál, hogy megőrizzük a savat. A technológia manapság nagyon fontos, és ennek egyik eleme itt a Belvard pincészetnél az éjszakai szüret. Mi ennek a lényege? Az éjszakai szüret ugye fontos, ez egy több tényezős megoldás részünkről. Egyrészt lehetőségünk van erre, mivel ugye szüretelő kombájnnal rendelkezünk, és most már a területeinknek a 100%-át kombájnos szürettel végezzük. Nagyon fontos az, hogy kicsit a munkaszervezés azért nehezebb ilyenkor, de mivel ugye csökkentett a humán erőforrásunk, így ugye a kombájnon egy ember, illetve a két beszállítókocsin egy ember ül, így ezt könnyebb összeszervezni. Ami nagyon-nagyon fontos az éjszakai szüretben, hogy alacsony és homogén hőmérsékletű szőlőt tudunk beszállítani, ezáltal elkerüljük azokat a káros oxidációs folyamatokat, aminek a meleg egy hőségnapon a katalizátora. Igen, már korábban lehetett szaklapokban olvasni, hogy Ausztriában hűtik egy kicsit a szőlőt, miután leszedték, utána kezdik el feldolgozni. Úgy látszik, hogy mi is azért tanulunk másoktól. Hát inkább azt, úgy lehet mondani, hogy melegszik a klímánk, tehát itt is ugye egy hőségnapon 30-34 Celsius fok is a napközben átlag hőmérséklet, hogyha ugye a fürdzónát éri az UV, akkor ez még magasabb tud lenni. Spórolni lehet az energiával. Jelenlegi gazdasági helyzetben az energia rettentő költségigényes. Nekünk szerencsénk van, mivel megújuló energia forrásként, ugye napelem parkról működik az egész pince,
és a hűtési rendszerünk, viszont nekünk se kell bekapcsolni, hogyha már hideg alapanyagot szállítunk be, ezáltal még így is tudunk spórolni a technológiával. Hogy itt körbenézzünk, akkor látjuk jó, hogy szépen érnek be a különböző fajták, akkor van baj, amikor összeérnek, ugye? Tehát egy időben lehetne szedni őket, olyankor nem biztos, hogy elég az egy szüretelőgép. Igen, ilyenkor egy kicsit megdöccent most a helyzet, mert ugye egy csapadékos nyár eleje után mondjuk úgy, hogy volt egy két és fél hetünk, amikor szépen 30 fok fölött volt, és tény is való, hogy összeértek a fajták, tehát most, és az országos viszonylatban is igaz, mindenki fejvesztve szüretel. Mi van olyankor, amikor egy kicsit megcsúszik a szüret? Kiégnek a savak mondjuk a szőlőből? Hát részben kiégnek a savak, tehát el tudnak menni a savak, részben pedig, hogyha egy technológiai szüretet eszközölünk, ahol nekünk megvan, hogy mennyi a maximális várható, vagy elvárt cukortartalmunk, vagy mustfokunk, akkor gyorsan kell, mert ugye a szőlő az gyűjti magába a cukrot, és nem biztos, hogy egy 13-as, 14-es alkoholtérfogat százalékú, könnyű reduktív fehérbor az jól áll. Mondtad, ilyenkor a labormunka is nagyon fontos? Hát mi nagyon-nagyon sokat mérünk, igaz, a labor az csak egy tényezője annak, hogy megállapítsuk az optimális szüreti időpontot. Tehát mi tudjuk, hogy milyen stílusú bort szeretnénk készíteni, tudjuk a paramétereit ez, és ezeket a paramétereket próbáljuk megcsípni a megfelelő érési időpontba. Attól függetlenül, hogy rettentő sokat próbaszüretelünk, és a próbaszüretek alkalmával ugye az analitikát kiértékelve próbálunk meghatározni egy jó szüreti időpontot, attól függetlenül nagyon-nagyon fontos a szőlőnek az organoleptikai, tehát a kóstolása. Ha 10 évvel ezelőtt beszélgettünk volna, akkor minden bizonyal azt mondjuk, hogy a vörösborok idejét éljük. Most azonban az újkori elvárás a rozé felé és a fehérborok felé indult el. Gyakorlatilag ezek a divatborok. Miért van ez a váltás? Ez nagyon sok összetevős, tehát itt a fogyasztói szokások megváltozása, a klímánk megváltozása, egy új borfogyasztó generációnak belépése a piacra, tehát ez mind a fehér borok és a könnyű reduktív illatos borok felé billentette el a mérleget. Vörös borokban jelenleg ugye részben ugye magas áron elérhetőek csak a prémium vörös borok, és egy kicsit úgy érezzük, hogy ez a szegmens, ez veszített a vásárlókból, illetve a vásárlók inkább a vásárló erejükből. Több visszacsatolás is lehet egy borászember számára, az egyik az, hogy fogy a bor, gyakorlatilag a jó minőséget veszik a vásárlók, a másik pedig a különböző szakmai megmérettetéseken, borversenyeken elért eredmények. A Belvárt pincészet mind a két fronton bizonyított. Igen, az idei év egy ismételten sikeres versenyé volt, ugye mi nagyon-nagyon szeretjük versenyeztetni a borainkat. Talán, hogyha azt lehet mondani, hogy melyik borunk ment idén a legnagyobbat, akkor kiemelném a Chardonnay 2022-es klasszik borunkat, amelyik Magyarország legjobb Chardonnay-ja címet nyert el a Vinagúra egyetlen magyar nemzetközi versenyen, a top 100 magyar borba bekerült, Pécsvárosbor a fehér bor kategóriát megnyerte, a Pécsi borvidéki borverseny legmagasabb pontszámú bora lett összesítésben, de meg lehet említeni a Sauvignon Blanc, amelyik a top 25-ös válogatottba bekerült, de ugyanúgy a Cirfandlit, amelyik Pécsváros bora címet viseli az idejében. Vörösboroknál megszokhattuk, hogy házasítanak különböző fajtákat, kiváló küvéket lehet így összehozni. Gyakorlatilag egy újdonsággal rukkolt el a Belvárt pincészet is, megkezdődött a fehérborok házasítása. Egyetlen egy fehér házasításunk van, és én tartom is magam ehhez. A nyugati példán is, tehát több francia vagy német borászatnál van egy alapbor, ami mindig a birtok bor, és mi is készítettünk egy birtok fehér bort, ez egy teljesen alapbor, ebbe is nagyon-nagyon jó le lehet mérni, hogy hol kezdődik nálunk az alapminőség. Ez egy kiváló házasítás, olasz Riesling, Hárslő és Rajnai Riesling triumvirátusából áll össze. Egy igazán jól eltalált házasítás arányaiban véve. Laca Bálint szőlésszel beszélgetünk az idei kihívásokról, ha minden igaz, a peronoszpórával kellett leginkább megküzdeni a szőlőkben. Igen, az idei évnek a peronoszpóra nyomása az kiemelkedően magas volt, az utóbbi 10 évben nem volt ilyen magas gombonyomásunk, mint idén. Mi a megoldás ellene? Hát prevenció, védekezni kell még az esők előtt, szigorúan betartani a permetezési fordulókat, ha kell, akkor az eső előtt permetezni, egy nagyon fegyelmezett és jól működő növényvédelmi technológiával meg lehetett azért védeni idén a szőlőt. Na nézzük a szőlőket, a különböző fajtákat, milyen mennyiségben, minőségben hoztak a tőkék, meg lehet-e elégedve a gazda?
Mindenképpen meg vagyunk elégedve, sikerült megvédeni a peronoszporától, minimális lisztharmattal megvédtük. Sajnos kaptunk kétszer jeget, de sikerült a sérült bogyókat beszárítani. Mennyiség tekintetében nem lehet panasz, minőség tekintetében sincsen, úgyhogy én úgy gondolom, hogy jó kis évet zárhatunk ilyen kihívások mellett is. Megkóstoltuk, valóban szépen beérett az idei szőlő a Belvárt pincészet szőlészetében. Szakembereik munkáját és eddigi pedigréjüket ismerve kiváló bor várható majd a minőségi alapanyagból. Családi napot rendeztek a Sátorhelyi Nemzeti Emlékparkban, s erre rengeteg család fogadta el a meghívást. Itt érdekes előadásokkal és hagyományőrző csoportokkal találkozhattak. Családi rendezvényt szervezett a Mohács 501 Egyesület a Janus Pannonius Múzeummal együttműködésben. Izgalmas programokkal hozták közelebb a múlt történéseit és mutatták be az 1526-os mohácsi csata korszakát, kutatásának módszereit és eredményeit. Mindenre a Sátorhelyi Nemzeti Emlékparkban s annak látogatói központjában került sor. Az érdekfeszítő előadások mellett az itt megjelent hagyományőrző csoportok tették még emlékezetesebbé a családi esemény. Helesfai Márkkal beszélgetek, aki hagyományőrző csapattal érkezett. Honnan jött a társaság? Hát az ország több helyéről érkeztek a csapatok. Igazából itt a Baranyi hagyományőrzés és a mohácsi csata a fő szempont. Siklósról érkeztek hozzánk csapatok, ugye Pécsről, Hosszúhetényből, Kőszegről, Egerből, illetve hát itt Baranya több településéről érkeztek hagyományőrzők, hogy a mohácsi csatának a kutatását, illetve a hagyományőrzését elkezdjük felélénkíteni és feleleveníteni. Mióta foglalatoskodsz te ezzel, mióta öltözöl be Gúnyába? Hát én egészen korán 8 éves koromban kezdtem 2003-ban, és 2020 óta vándorló történelemmel a Kárpát-medencei koraújkori hagyományőrzésre foglalkozunk, mint katonai, mint pedig polgári hagyományokat igyekszünk ápolni és feleveleníteni. Itt Sátorhelyen az emlékparkban voltatok-e már korábban is? Igen, idén ez a harmadik alkalom, hogy itt vagyunk az emlékparkban, és reméljük, hogy lesz még egy negyedik is, nem sokára. Milyen érzés ide jönni? Ilyenkor az emberbe felelevenedik egy kicsit a történelem? Az, hogy külön ide jönni, ez igazából azért is érdekes, mert most nem egy várban vagyunk, hanem ugye egy sírkertben, de hát itt igazából egy kegyeletadás is van a részünkről. Meg kell adni a tiszteletet, ugye? Igen, tehát igyekszünk ugye olyan viselkedést is, illetve olyan katonai magatartást tanúsítani, amit az eltemetett hősöknek is méltóképpen tudunk emléket állítani. Hát kell és át lehet egy kicsit szellemülni, amikor fölveszitek ezeket a gúnyákat? Hát mindenképpen, de igazából nekünk ami nagyobb átszemülés, amikor civilbe bedrülni szomai ruhába, ugye, és leginkább ilyen viseletekben vagyunk. Igyekszünk ugye minél korhőben előállítani a ruházatainkat. Maga a család otthon hogy viszonyul ehhez? Ők is beöltöznek, vagy tudják, hogy apuka most elmegy, és éppen valami történelmi személyiséget fog játszani? Hát nem, ugye ez részben egy családi vonzás ez a hagyományőrzés, ugyanis a feleségem is hagyományőrzés, a fiam még kicsi, de azért ő is itt van a táborban. Tehát ragad a páró fiúra. Igen, igen, sőt ugye a feleségem is ruhakészítő, tehát például a csapat ruháit azokat ő szokta varni, illetve a zsinórokat, a gombokat pedig ugye Bálint kollégámmal készítjük mi a viselethez. Maga a hagyományőrzés, jó kis közösség, építő tréning is egyben, ez egy jó baráti társaság, mondhatjuk? Igen, igen, tehát igazából ugye itt kölcsönösen ki is segítjük egymást a csapatokkal, akár emberben, akár felszerelésre, tehát ugye egymás rendezvényeire is járunk, úgyhogy igazából tényleg nem is külön csapatok vannak, hanem ezért egy nagy családi összegyűjtés, akkor összejön a rokonság, én ehhez tudnám kicsit hasonlítani. Kíváncsian várjuk a mai fellépéseteket. Hát egészen sok programunk lesz a délutántól, de hát ugye lesz egy karakterbemutató, ahol az oszmán háborúk késő 15. századról 17. századig itt a Kárpát-medencében megjelenő katonatípusai lesznek bemutatva. Lesz ugye az, hogy a magyar őrséget elkezdjük kiképezni, ugye fontos, hogy még a mohácsi csata előtt vagyunk, de hát a mai rendezvény az 1523-ban játszódik, ugye próbálunk pont egy 500 évet belülni, ahol a magyar katonaságot képezzük ki a török ellen, lesz lovassági bemutató, tüzérségi bemutató, és a végén pedig egy kisebb csatajelenetre is sor fog kerülni. Beto Gábor úrral, a Janus Pannonius Múzeum igazgatójával beszélgetünk, aki nem szokványos öltözékbe érkezett a mai rendezvényre. Mit kell tudni erről a gúnyáról? Hát csatlakozva az itt lévő hagyományőrzőkhöz, én is egy ilyen 16-17. Század fordulója környéki ruházatban vagyok jelen. Az egyik csapatnak a tagja vagyok, ez a Vándorló Történelem című
társaság, és hát velük magam is kint töltöm ezt a napot, bár nem pontosan csak ebben a hagyományos szerepkörben, mert itt ugye vannak előadások is a rendezvény kapcsán, és hát az egyik előadást azt én fogom tartani a Mohácsi csata térkutatásáról. Nézzük akkor ezt a kutatást, hogy hogy áll jelen pillanatban. Nem sok időnk van, gyakorlatilag az 500 éves jubileum még mondhatni, a lényegével megvannak a kutatások? Hát erről megosztanak a vélemények. Kaptunk egy jelentős kormányzati támogatást így a Pécsi Janus Pannonius Múzeum vezetésével folyó programhoz, és hát ezt a támogatást a következő 2,5 évben szeretnénk arra fordítani, hogy minél pontosabban be tudjuk határolni az egykori ütközet helyszínét, illetve a kapcsolódó eseményeket és helyszíneket, például a magyar és török táborok elhelyezkedését. Úgyhogy ez még azért nem teljesen tisztázott. Tehát folyik még a lokalizálás, ugye? Igen, hát vannak sejtéseink, illetve hát van egy helyszín, ami úgy tűnik, hogy ezért egy olyan csata helyszín, ami mindenképp a korszaknak megfelelő, de hát még kell bizonyítékokat gyűjtenünk. Illetve hát itt az emlékhelyen a megújulás keretében egy új kiállítás is létrejön, és hát ehhez is próbálunk még a leheteket is gyűjteni a helyszínről. Minden támogatást megkapnak a munkájuk, az említette itt a pénzügyi támogatást. Maga a politika az szeretné, hogy tényleg méltó legyen ez az 500 éves jubileum? Hát amennyire én tudom, igen, tehát van egy Mohács 500 program, ez a dr. Hargita János miniszteri biztos úrországi képviselő viszi, és hát ennek a nagy, jóval szélesebb programnak egyik eleme ez a csatatérkutatás, illetve egy másik eleme pedig a tömegsíroknak a kutatása, amik itt az emlékhely területén találhatók. Kicsit a mai napra ez egy családi nap, és hát nagyon jó látni fönt, hogy az előadást hallgatják maguk a családok rengeteg kisgyermekkel, és hát érdekfeszítően figyelnek gyakorlatilag arra, amit hallanak. Hát ennek mi nagyon örülünk, mert ugye mi kutatást végzünk, egy tudományos kutatást, de ennek egy célja az, hogy felderítsük a lehetőleg részletesebben az egykori eseményeket, illetve tényeket, de ez önmagában nem lehet cél, tehát mindenképp az a fontos, hogy mondjuk így, ha lehet ilyet mondani, az átlagember is megismerje azt, vagy az érdeklődők megismerjék a kutatásainak az eredményét, úgyhogy ez egy nagyon jó alkalom erre, hogy ismertessük a közönséggel. Nagy dolog, hogy vannak ilyen családi napok? Van közöm a Mohács 500 Csata és Hadszíntérkutató Egyesülethez is, amelyik az egyik szervezője ennek az eseménynek. És hát az Egyesületnek is a nevéből fakadóan maga a csatatérkutatási támogatási célja, de ugyanakkor a ismereteknek a terjesztése is. És hát ez az egy kitűnő alkalom erre. Varga Zsolttal beszélgetünk a házigazdák részéről a mai családi napról. Örömteli gondolom látni, hogy ennyien elfogadták már a meghívást. Igen, most kezdtük el az előadásokat, és telt házzal fönn a kupolába lehet látni, hogy óriási érdeklődés van, és hát bízunk benne, hogy a nap folyamán ugyanezt tapasztaljuk majd. Általában mekkora látogatottsága van a Nemzeti Emlékhelynek? Ezek a napok mennyire húzzák meg ezt a létszámot? Hát az éves látogatottságunk az olyan 18 és 20 ezer fő között van. Ez úgy gondolom, hogy itt, hogy jól távol vagyunk mindentől ennek, és rossz tömegközlekedésre rendelkezünk, ennek ellenére ez egy jó eredménynek, vagy jó létszámnak számít. És hát a különböző eseményeink, busójárás, vagy az emlékhelyek napja, vagy az augusztus 29-i csata napja, az mindenképp bevonza a látogatókat, tehát akkor általában nagyobb számban érkeznek. Honnan jönnek általában a vendégek? Mik a tapasztalatok? Hát a vendégek azok nagyon sok irányból jönnek, hiszen egyrészt határon túlról is elég jelentős a látogatottságunk, a legnagyobb létszámban horvátországiak jönnek, horvátok mellett szlovénok, szerbek, tehát főleg a délszláv államokból. A horvátok azért is jönnek nagy számban, mert ugye a történelmük révén érintettek is a csatában, és hát emellett hazai látogatók jönnek még az iskolás csoportok, nyugdíjas csoportok és családok, és hát most kezdett el növekedni a cseh és lengyel látogatók száma. Az elmúlt hetek, hónapok arról szóltak, hogy a Mohács 500 keretében megújulhat az emlékhely, és maguk a munkatársak mennyire várják ezt? Hát ez egy érdekes kérdés. Mi, ugye számunkra fontos ez az emlékhely. Mindenképp szeretnénk egy olyan emlékhelyet megnyitni majd 2026-ban, a csata 500. évfordulóján, ami a látogatóknak is nyújt egy óriási élményt, nyújt egy nagyon magas szakmai színvonalat, és hát nekünk is nagyon fontos, hogy ezt át tudjuk majd adni akkor az ide érkező látogatóknak. Önök is sok információval gazdagodtak így az elmúlt hónapokban, rengeteg előadás, konferencia zajlik itt, mindig lehet újat hallani.
Így van, hiszen a kutatások folynak folyamatosan, akár a csatatérre, akár a tömegsírokra vonatkozólag, de történészi kutatások és levéltári kutatások is, tehát nem csak magáról a csatáról, hanem a csata előzményeiről és annak a következményeiről is. Mennyire felkészültek általában az ide látogatók, vagy az itteni előadások, az őket való körbe kísérés során kapják olyan információkat, amivel korábban nem rendelkeztek? Hát ahogy a média egyre jobban foglalkozik a mohácsi csatával, illetve az emlékhellyel, úgy a látogatók is egyre több információt kapnak. Ennek megfelelően természetesen van véleményük, már ideérkező tudással rendelkeznek, és hát ez mindenképpen meg is szokták velünk osztani, és ezzel kapcsolatosan kérdeznek is tőlünk információkat. Mit keresnek, mire a legkíváncsibbak? Ami a legfontosabb számukra, az egyrészt magának a csatának a megismerése. Ugye a csatával kapcsolatban nagyon sok olyan információ van, ami nem biztos, hogy a valóság alapot tükrözi. A történészek ezt bizonygatják most, hogy mi volt akkor és milyen következményei voltak. És hát a másik nagyon fontos, ami az érdeklődést kiváltotta az elmúlt 3 évben, az a tömegsír feltárás, ami tavaly októberben befejeződött. De reményeink szerint fogjuk ezt folytatni jövő évben a 4-es számú tömegsírral. Lőrinc Szerpel csatorai polgármester is elmondhatja magáról, hogy az elmúlt években nagyon sokat foglalkozott a mohácsi csata történetével. Te magad is részt vettél gyakorlatilag a kutatás bizonyos elemeiben. Hát tulajdonképpen igen, de én inkább mint háttérbe segítő az, aki helyszínt ad, vagy szállást ad az embereknek, illetve hát amit tudtam a népszerűsíteni a dolgokat, tehát a messziről jött embereknek elmondani a csata történetét, egyéb dolgokat. Mondhatni itt az elmúlt pár évben felpörögtek az események? Szerintem igen, felpörögtek az események. Talán a hétköznapi emberek számára nem annyira nyilvánvaló ez a dolog, hiszen úgy érzem, hogy kevés a sajtója idézőjelben ennek a dolognak, és többféle szálon fut a dolog. Erre jobban kéne figyelni, az emberek tudják, hogy itt történnek a dolgok. Több elmélet is viaskodik ma még egymással? Hát nem is elméletek, inkább módszerek és azokkal kapcsolatos viták, de azt hiszem ez nem baj, mert ez előre viszi a dolgokat 26-ig. Akár a tömegsírok helyszínéről, akár a csata helyszínéről, akár ennek a történelmi jelentőségéről, vagy a levéltári újabb feltalált iratokról, tehát mindegyik csak előre visz. Nem mehetünk el amellett, hogy persze sátorhely is profitálhat itt a fejlesztésekből, egyáltalán abból, hogy itt történnek dolgok, mert hogy nem a turizmus, az kihathat a településre is. Így van, én azt gondolom, hogy aki majd ide fog látogatni a megújult dolgokba, vagy abban az időben ide látogat, azt el kell látni ezeket az embereket, és a sátorhely tud adni ehhez ételt és szállást, és látnivalót, mert az is van sátorhelyen, csak remélem, hogy ebben az időben ez ki is fog derülni, sokan megnézik, akkor azt mondom, hogy a falu profitált belőle. Te magad is, ahogy említettük, részt veszel minden olyan megmozduláson, eseményen, ahol csak lehet. Ma is itt vagy egy tudományos bemutató konferencia. Igen, nem mint polgármesterként, vagy nem elsősorban mint polgármesterként, hanem mint történelemtanár, helytörténetkutató. Izgatnak ezek a dolgok, hogy hol tart a kutatás, és milyen irány van még 26-ig. Ezért vagyok elsősorban itt. Így vizionálod már magad előtt, hogy fog kinézni mondjuk 3 év múlva ez az emlékhely? Voltak előző tervek, itt egy új múzeummal most ennek az átalakítása. Én nagyon szurkolok, hogy nagyon klassz legyen ez a dolog, akár a kápolna, akár a temető, amit létrehoznak, akár az irányoknak a megváltoztatása. Egyre nagyon kell figyelni, ne csúszunk ki az időből, hogy tényleg 26-ra minden kész legyen. Ehhez meg sürgősen neki kéne állni a dolgoknak. Emlékezetes programon vannak túl azok a családok, akik elfogadták a Mohács 500 Egyesület invitálását erre az izgalmas napra. A fegyverbemutatók mellett kisebb időutazáson is részt vehettek az itt elhangzó előadásoknak köszönhetően. Már is megismerkedhetünk Zümivel, az óriás méhel, aki a Pécsi Vásárcsarnokban van kiállítva egy méhészeti szakkiállítás főszereplőjeként. Jöjjenek hát az édes élet összetevői! Szeptember 2-a és 30-a között
A pécsi vásárcsarnokba betekintetünk az Édes Élet elnevezésű kiállítás segítségével a méhek titokzatos világába. Az érdeklődők megtapasztalhatják, hogyan készül a méz, a méhészek munkájának köszönhetően, de megcsodálhatják a méhek otthonát, a kaptárakat is. A pécsi vásárcsarnokba ellátogatók szelfizhetnek a 2,5 méteres Zümivel is, a szakkiállítás óriási sztárvendégével. Mindenről és egyéb méhészeti aktualitásokról Máj Gábortól, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület megyei szaktanácsadójától hallhatunk többet. Első alkalommal került ez megrendezésre a pécsi vásárcsarnokban. Édes Élet, a méhek titokzatos világa címmel bír, és hát nagyon örülünk neki, hogy a pécsi vásárcsarnok, Pécs szerintem egyik patinás épülete lett a felújítást követően, házigazdája tudott lenni ennek a rendezvénynek, ami egy hónapon keresztül tart, és ez tulajdonképpen egy vándorkiállítás, ami Pécsen második ízben került most kiállításra, és mármint ebben az évben, és a következő az pedig Budapest lesz majd, és erre tulajdonképpen a város vásárcsarnok vezetősége keresett meg minket, méhészeket, hogy ezt a kiállítást elhoznák most ide a csarnokba, és hogy ezt mennyivel és hogy tudjuk támogatni. Biztos vagyok benne, hogy eleve keresett portéka maga a méz a vásárcsarnok tekintetében. Nagyon sok termelő fordul meg itt napi, heti szinten, és árulják ezt a portékát, amely kiváló minőségről tanúskodik. Így van, a vásárcsarnokban állandó jelleggel 6 mézesünk van, akik minden napi szinten, tehát napi szinten árulják a terméket, és akkor ezen kívül még van lehetőség, és vásárcsarnok biztosít lehetőséget arra, hogy egy-egy alkalommal még, főleg a téli időszakban még mások is bekapcsolódjanak az értékesítésbe. Ez most nekünk nagyon fontos, mert a külföldi piacaink nagy bajban vannak. Jelentősen esett a külföldre történő méz értékesítésnek egyrészt a piaca, másrészt pedig az ára is a méznek, úgyhogy nagyon fontos most minden ilyen lehetőséget kihasználni, ami biztosít nekünk egy kis plusz bevételi forrást, ahhoz, hogy egyrészt a családok, a mély családokat fent tudjuk tartani, és fel tudjuk készíteni a következő évre, hiszen még nem tudjuk azt, hogy majd hogy fog a következő év jelen pillanatban elindulni. Kaphatnak a mély családokat fenntartók, a gazdák némi nemű állami támogatást? Van kompenzáció? Jelenleg a méz értékesítésére külön kompenzáció nincs. Arra, hogy a mély családok életben tartására, úgymond, tehát a mély családok életben tartásának segítésére ugye vannak a méhészeti támogatások, amelyekben több eszköz, varroatkani védekezés, stb. Ilyesmi van. És ezen kívül, hála Istennek a minisztérium jóvoltából elindult az úgynevezett méhészeti állatjóléti program, amely egyedülálló az Európai Unióban, máshol nincs, egy három évig tartó kisebb támogatást tud biztosítani azoknak a méhészeknek, akik ezt megpályázták. Visszatérve itt a vásárcsarnokban történő megjelenéshez, hát nagyon látványos, én gyermekcsoportot láttam, amelyek gyakorlatilag körbeállták, zsongották azt a hatalmas nagy méhet, amely ki van állítva, és hát meg annyi táblán lehet olvasni gyakorlatilag a méhek mindennapi életét. Igen, tehát itt a méz az csak egy dolog, itt a ugye, mert arról szól a kiállítás, hogy a méhek titokzatos világa, tehát itt a gyerekeknek, illetve azoknak a csoportoknak, akiket beszerveznek, akár az intézmény, akár a vásárcsarnok, tartunk előadásokat folyamatosan. Kedtől péntekig, jó magam is és a méhész kollégáknak itt szeretném megköszönni, akik ebbe a programba úgymond beálltak, és felvállalták azt, hogy szabad idejükből kiszakítva egy hónapon keresztül itt gyerekeknek előadásokat, illetve nem csak gyerekek jönnek, mert például volt egy külföldi csoportunk is, volt az orvostan hallgatók is már voltak, tehát nem csak gyerekek, hanem felnőttek is érdeklődve hallgatják végig azokat az új
esetekben új információkat, amiket még nem bírtak a méhek, illetve a méz vonatkozásában. Emellett elkezdődött a tanév, hát emlékezhetünk rá, hogy évek óta nagyon sikeresek a mézes reggelik, mind az óvodákban, mind az iskolákban. Kérdeznénk, hogy folytatódik-e ez az akció? Hogyne, természetesen, tehát az Országos Magyar Mészeti Egyesületnek kiemelt célja tulajdonképpen az, hogy az iskolába, óvodákba, szociális otthonokba bevigyük a mézet, ilyen formán egyelőre, és ebben az évben is novemberben lesz a mézes reggeli programunk, amelyre várjuk továbbra is az iskoláknak a jelentkezését, akár Baranyában természetesen hozzám, és ide is szervezünk minden egyes iskola, óvoda, aki szeretne egy ilyet tartani, fogok szervezni méhész kollégát, kóstoltatás céljából, illetve információ átadás céljából. Amit a gazdák megszokhattak már korábban, hogyha jön az őszi időszak, a téli időszak, akkor meg annyi szakmai ismertetésre kerül sor. Itt bent Pécsett is folytatódik ez a jövőben? Így van, tehát már el is kezdtük. Tehát minden hónap első hétfőjén vel indult tulajdonképpen az egyesületi élet, és amikor viszont már ténylegesen a méhészeti munkáknak vége, ez a november, akkor pedig heti rendszerességgel továbbra is ülésezni fogunk, és akkor lesznek méhészeknek szóló szakmai előadások. Eredményes munkát kívánok! Köszönjük szépen! A kiállítás ideje alatt délelőttönként előzetes bejelentkezés alapján iskolai osztályok, csoportok számára előadásokat, foglalkozásokat tartanak a méhészkedésről. A foglalkozások egész órakor kezdődnek, és 30-40 percesek. Az autópálya építő Strabag munkatársai lazíthattak egy napot, és ennek keretében futballoztak a Bói sportpályán. De hogy ki volt a legjobb a kispályás fociban, az már is kiderül. Öt csapatos foci tornát szervezett a Strabag a Bói sportcentrumba. Kispályán mérte össze tudását a Dunaaszfalt út és híd, a Strabag út és híd és a Baranya vármegyei közút csapatai. A résztvevők valamennyien részesei az M6-os autópálya határig épülő szakaszán folyó munkának, még a közút ezt majd üzemeltetni fogja, amint az átadásra kerül. A csapatok egy nap erejéig megálltak a munkákkal, hogy összemérhessék futballtudásukat, és jó kis meccseket játszanak egymással. Ez egy ilyen részben családi, napszerű, megismerjük egymást a kollégákkal. Ugye nem csak munkaterén, hanem egy kis szabadidős programok is vannak, ezért szerveztük ezt a mai napra, ezt a Bói Park pályáján, hogy egy kicsit összehozzuk a kollégákat, beszélgessünk, jól érezzük magunkat, elfogyasztunk egy közös ebédet együtt. Mennyire jellemző ez egyébként, hogy ilyen nagyobb munkálatok közepette, ha van egy kis lehetőség, akkor hasonlókat szerveztek? Évente egyszer ezért megpróbálunk egy ilyet szervezni, ugye, hogy ne csak a munkáról szóljon minden egyes napunk, hanem egy kicsit törődjünk itt a pihenéssel is, kihasználjuk ezeket a lehetőségeket, legalább egyszer egy alkalmat. Szokták volt mondani, azért csapot, papot nem hagytatok ott, ha minden igaz, azért a kollégák egy része dolgozik most is. Igen, a kollégák egy része jelenleg is dolgozik, ugye a munkálatok nem állnak meg, folyamatosan építünk, ugye mivel nem sokára átadásra kerül az M6-os autópálya, Bói Vándorok közötti szakasza, jövő év évelén. Mióta vagytok itt a térségben, mikor nyitottátok meg a naplót, ami a munkálatok kezdetét jelentette? 3 évvel ezelőtt kezdődtek el a munkálatok, ugye akkor vettük át magát a munkatöltet. 3 éve úgymond az itt lévő kollégáknak, akik itt töltik minden napjukat, ez mondjuk úgy, hogy a második otthonuk. Ugye sokat vagyunk itt, távol a családtól. Egyes kollégák, van, aki ide is költözött, helyben lakik. Van, aki heteli ilyenkor? Tehát egy hétig itt van, és utána megy haza? Igen, vannak ilyen kollégák, természetesen jó magam is. Te személy szerint hol laksz? Személy szerint én Debrecen mellett Nyíregyházán. Hát nem a közelben van. Milyen sűrűn tudsz hazamenni? Minden hétvégén otthon vagyok. Uh-huh. És akkor mehet a munka tovább. Így van. A Bói futballcsapat korábbi csapatkapitánya Kis Endre is itt van, ezúttal a közút, a Magyar Közút színeiben. Látom, éppen meccsről érkeztél. Nyertetek döntetlen vereség? Nyertünk szerencsére a második meccsünk, és 2-1-re behúztuk. Kikkel játszotok általában? Kik jöttek itt össze ezen a mostani tornán?
Hát a csapat egy része ugye itt a közút berkein belül jár kispályára, így hát ilyen baráti focinak titulálom ezt heti egy edzéssel, illetve a cégnél van egy országos focitorna, ott van egy összeszokottabb csapat, akikkel ugye együtt játszunk. Egy szóval sportos a társaság, ugye? Igen, igen, abszolút próbáljuk ezt a napi életbe is beépíteni, ezt a kis mozgást. Milyen ez a mostani torna, mennyire nemesek az ellenfelek és felkészültek? Azt kell mondanom, hogy kellemesen csalódtam, nagyon jó felkészült csapatok vannak, izgalmas meccseket játszunk, úgyhogy öröm itt most sportolni újra. Kiváltképp, hogy bolyba teheted ezt. Jó, abszolút, abszolút. Egy kicsit így nosztalgia is feltámad bennem, ugye látván a pályákat. Örülök, hogy itt vagyok, és itt focizhatok. Favoritnak számítotok, vagy van azért jó csapat itt még jócskán? Hát, favoritnak egy ilyen tornán nem biztos, hogy kiemelnék csapatokat. Ez függ az adott játékstílustól, szerencsétől, de azt gondolom, hogy ütőképes csapattal jöttünk, úgyhogy jó eredményt várok így a Magyar Közúttól. Kell egy kis gőzkiengedés így az autópálya építése során? Hát, mint leendő üzemeltetők vagyunk itt, a meghívást ugye ennek köszönhetjük. Abszolút, tehát a mozgás az mindig jó, hogy egy picit stresszkezelő. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Követitek el már az építés eddigi folyamatait, és van-e rálátásotok, hogy mi történik kint itt a határban? Igen, egyrészt jó az építetővel, illetve a kivitelezővel a kapcsolatunk. Ugye korábban most említettem, hogy mint leendő üzemeltetők fogjuk majd átvenni az elkészült autópályát, úgyhogy teljesen jó kapcsolatot ápolunk. Egyeztettünk, úgyhogy azt gondolom, hogy napra készek vagyunk. Nagy munka ez, ami itt folyik tőlünk pár kilométer? Igen, hát ez egy komoly beruházás, ugye egy észak-dél koridor, egy folyosó fog majd létesülni. Ez mindenkinek a használa válik, főleg a Baranya megyeieknek szerintem ez egy nagy öröm. Addig is maradnak a munkásnapok, és hát a jó kis sportnapok, hogyha van rá erre mód és lehetőség. Igen, igen. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, és örülünk mondom még egyszer, hogy itt lehetünk. Nekem meg ez tényleg egy külön élmény, hogy itt ebbe az infrastruktúra létesítményben sportolhatok megint. A Duna Aszfalt Hidas csapata fog bemutatkozni a következő percekben. Mit tudsz a srácokról elmondani, egy jó sportos csapat? Mi ide címvédésért jöttünk, tehát egy nagyon sportos csapattal. Mindegyikünk, igazából egyesével fel lehet sorolni, mindegyik megyei első osztály, megyei másodosztályú csapatokban fociznak. Próbáltuk a legjobbat nyújtani, sajnálom a többi csapatot, a címvédés sikerült, ismét megnyertük ezt a kupát. De még nincs vége? De mivel mindent csak nyertünk, ezért más nem lehetett. Hiába lesz bármi az eredmény, itt mi győztünk. Ti vagytok a legjobbak. Mi vagyunk a legjobbak, és szerintem jövőre is mi leszünk a legjobbak. Ennyit tudok így röviden. Amikor éppen nem sportoltok, fociztok, akkor éppen hidat építetek. Igen. Több ilyen is van itt ezen a szakaszon? Igen, a Duna Aszfalt és a Strabag ugye közösen építi ezt a szakaszt. Mi a déli oldalán építjük a hidakat. Van 7 darab hidunk, van egy a Strabag szakaszon is, és 6 pedig a saját szakaszunkon. Szakmailag ez egy komoly kihívásnak számít? Ez valószínűleg egy komoly kihívásnak számít, igen, tehát azért szerintem mindenki beleadott apait, anyait, hogy normálisan és szép hidak legyenek ebbe az országba. Szépen ütemezve halad ez a beruházás? Hogy látjátok belülről? Hát szerintem a ütemhez képest majdnem, hogy azt mondom, hogy jobban állunk, tehát mire átadásra kerül a sor, addigra bőven kész teszünk a hidakkal. Egy szóval belefért egy igazi jó kis sportnap, ugye? Ma teljesen belefért, sőt kellett is ez a sportnap, a sok kemény munka után egy kicsit lazítás, meg hát egy győzelem az nagyon fontos mindig a csapatnak, tehát ez ennyi. Egyébként ilyenkor jó így beszélgetni egy kicsit a többiekkel, és akikkel a mindennapokban talán nem is találkoztak, hiszen mindenki más és más csinál éppen. Hát ugye ez már második alkalom, ez a foci, úgyhogy meg most már 2 éve itt vagyunk, tehát igazából elég jól ismerünk mindenkit, de mindig van olyan ember, aki új, és ez nagyon jó dolog itt, hogy külön is tudunk beszélgetni egy ilyen laza foci meccs mellett. És hát megtanulják, hogy ti vagytok a legjobbak, ugye? Ezt mindenképp meg kell tanulni, hogy mi mindig a legjobbak leszünk, meg mi vagyunk a legjobbak. Tehát a Duna hidas csapat kupáért jött, elvitte. A Strabag sportnapja elérte célját, a fiúk egy jót fociztak, potyogtak a gólok szinte már számolatlanul. Jó kis kikapcsolódás volt ez, a munka pedig mostantól újra mehet tovább. Napjaink című közéleti magazinunkat látták, találkozzunk egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt.